Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszeletői műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Amszterdamig dobta a diszkoszt Szikszai Róbert. Díjazták a megyei futballbajnokságok legjobbjait. Az elődöntő jelentette a végállomást a Nyíregyháza Tigers számára. 4 évtized kézilabdázói találkoztak a Kölcsér gimnáziumban. 8 távozó helyére eddig 5-en érkeztek a kisvárdai futballcsapathoz. Megdobta az Európa bajnoki szintet Szikszai Róbert. A nyíregyházi diszkoszvető a Veszprémi Balaton bajnokságon 63 méter 14 cm-es eredménnyel szerezte meg a győzelmet, így készülhet az amszterdami kontinens viadalra. Mindenféleképpen a szintesítés volt, hogy 63 méter volt az Európa bajnoki szint. 60 méter, 80 és 62 métereket dobálgattam már az elmúlt hetekben, és ugye szerettünk volna egy 63-at, és ez most sikerült is utolsóra. Milyen volt a verseny, milyenek voltak az ellenfelek, milyenek voltak a körülmények? Esti verseny volt, fél 8-kor kezdtünk. Hát az ellenfelek szinte az egész magyar mezőny ott volt, egy ember hiányzott csak. Az olimpiai ezüstöm és kivel Gazoli is dobott. Jó verseny volt, így meg, hogy sikerült nyerni, mindenféleképpen egy jó verseny. Van annak valami oka szerinted, hogy a legtöbb versenyen az utolsóra tudod dobni a legnagyobbat? Igazából nem tudom, mindig próbálok utolsóra. Ugye nincs több dobás hátra, hogy ott már muszáj mindent beleadni, kockáztatunk, és egészen beszokott válni. Mekkora megnyúlás az, hogy most már megvan az EB szint, és még arra is van idő, hogy a 65 méteres olimpiai szintet teljesítsd? Mindenféleképpen azért ez egy nagy teher volt, sikerült ezt így leküzdeni. Most már nyugodtan tudunk készülni, most edzeni fogunk a következő hetekben, kicsit megnyomjuk az edzéseket, és akkor az EB-re rápihenünk. Az elmúlt hetek formáját látva csak időkérdése volt, hogy Robi mikor dobja meg az EB kiküldetési szintet jelentő 63 métert. Az utóbbi időkben nagyon jól dobálgatott, a természet nem igazán kényeztetett el bennünket, tehát az időjárás nem volt sohasem olyan, amit szerettünk volna most sem, de azért arra elég volt, hogy egy EB szintet teljesítsünk. Mennyire írja át a következő hetek felkészülését az, hogy az EB biztos és még célkeresztben lehet az olimpia is? Ez volt az elsőleges cél, hogy egyik szintet teljesítsük. Most lesz még egy 4 hét az Európa-bajnokságig, 2 hétig még egy kemény munkát fogunk végezni, és utána pedig finomítunk a mozgáson. Közben persze versenyzünk, mert ugye be voltak tervezve a versenyek, azokat még most, azokon még részt veszünk, és próbálunk esetleg még egy nagyobbat dobni. Hogy látod, benne van a 65 méter egy olyan versenyen, ahol megfelelőek az időjárási viszonyok, és erősek az ellenfelek is? Van rá esély, habár ugye ő még nagyon fiatal, és egy kicsit rutintalan, hiszen még csak 22 éves lesz. Ebben a sportágban, ez már többször is elmondtam, ez még igazán csikókornak számít. Ha a természet, illetve az időjárás olyan lesz, akkor van rá esélyünk, igen, hogy esetleg egy olimpiai szintet teljesítünk. 1455 érem, 90 serleg és 142 futballlabda talált gazdára azon az ünnepségen, amelyet a megyeháza dísztermében rendeztek, és amelyen a megyei futballbajnokságok legjobbjait díjazták. Rengeteg csapattal, országos szinten kimagasló számú csapattal indultatok el a bajnokságainkat. Szám szerint 23 bajnokságunk volt, 137 csapat részvételével, amivel, ahogy említettem, kiemelkedtünk a mezőnyből. Sőt, hogyha ide számoljuk a téli tornáinkat, futszál utánpótlás tornákat, akkor sokkal több bajnokságról, tornáról beszélhetek, mint 23. Nem volt egy unalmas évünk, nagyon mozgalmas volt, viszont szerencsére a különösebb problémák, gondok balhéktól mentes, és ennek nagyon örülök, azért a sportszerűség volt a jellemző erre az esztendőre. Bízok benne, hogy ez megmarad a következőkben is. Akadtak-e olyan csapatok, amelyeknek gondot jelentett a bajnokság befejezése? Igen, sajnos akadtak ilyenek. Összesen 9 csapat lépett vissza. Ugye 1 megye első osztályú, 5 megye harmadosztályú, és 3 utánpótlás bajnokságból is visszaléptek csapatok. Tehát 137-en indultunk, 128-an fejeztük be a bajnokságokat. Ilyen létszámú mérkőzésnél szükség van rengeteg játékvezetőre, ezen a téren rendben volt a minden. A játékvezetők terén maga a létszámban megvannak egyébként a játékvezetők, ami egy kicsit problémát okoz, hogy a mérkőzések jelentős része, a felnőtt és az ifjúsági mérkőzések 85-90%-a vasárnapra esik, és értelemszerűen azért a játékvezetők között is vannak családos emberek, akik olykor egy hosszú hétvégére elmennek, így a vasárnapi megyehármas mérkőzésekre sokszor nem sikerült 3 játékvezetőt biztosítani. Ennek 2 megoldása lehet, egyrészt, hogy még újabb
játékvezetők jönnek és teszik le a vizsgát, egyébként most 20 újabb játékvezető fog majd munkába állni az ősztől, illetve a másik az, hogy egyre több szombati mérkőzés lenne, ezt viszont a csapatvezetőknek kellene lenyilatkozni, és gondolni arra, hogy ha szombatonként játszanak, akkor biztos 3 játékvezetőt tudunk biztosítani. Mi a helyzet a nézőszámok tekintetében, hiszen volt jó néhány olyan mérkőzés, amely nézőszáma magasabb osztályokban is megállta volna a helyét? Ez pontosan így van, ahogy mondod, országvilág láthatja az online közvetítésünk alkalmából, hogy egy-egy megyei rangadót annak ellenére, hogy kivegyünk és élőbe közvetítünk, sokszor 4-5-600 ember is körbeáll a korláton, sőt, egy-egy szomszédvári megye egyes rangadó, nyugodtan mondhatom, hogy volt olyan, ahol 1000 ember is volt a helyszínen, gondolok egy Ibrány Nagyhalászra, illetve egy Nagyhalász Ibrányra, vagy egy Mándok Tuzsér meccsen is rengetegen voltak, Fehérgyarmat Máté Szalkán szintén, úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy megyei szinten a megyei mérkőzésekre elég szép számmal látogatnak ki a nézők. Az Ibrány még osztályozót játszik az NB3-ba jutásért. Mikorra dől el, hogy milyen csapatok indulnak majd a megyei első és másodosztályokban? A nevezési határidőnk július 1-én jár le. Ugye pár nap feldolgozás után, illetve még a különböző hiánypótlások beküldése után július közepére várható az, hogy egészen biztosan meg tudjuk mondani, hogy hány egyesület adta le a nevezését, milyen bajnokságokba, és ugye ehhez még azért hozzájárul az, hogy az Ibrány, ha sikerrel veszi a megye, az NB3-as osztályozót, akkor ugye egy újabb hely szabadul fel a megyei első osztályba, ha nem, akkor értelemszerűen az Ibránnyal is a megyei első osztályba kell számolnunk. A Magyar Kupa átszervezése miatt volt egy megyei Magyar Kupa döntő, milyen sikere volt ennek a sorozatnak? Nyugodtan mondhatom azt, hogy óriási sikere volt, remek volt a visszhang, a két csapat egy fantasztikus színvonalú mérkőzést játszott, mind a ketten nyerni akartak. Valószínűleg tartom a játékosok jelentős részét fel is dobta az a tény, hogy a Nyíregyházi Városi Stadion centerpályán játszhattak tétmeccset. 6-700 ember kijött hétköznap, remek reklámja volt a megyei amatőr labdarúgásnak, úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy valószínűleg lesz folytatása ennek a megyei kupa döntőnek. A díjátadó gála után a játékosok csapatok pihenőre vonulnak, az igazgatóságon azonban nem áll meg az élet, melyek a legfontosabb feladatok így a nyári időszakban. Elsősorban majd a folyamatosan beérkező nevezési lapok, nevezési dokumentációk átnézése, az esetleges hiánypótlások miatt ugye a kiértesítés, aztán természetesen ott vannak még a július 1-től beindul az átigazolási időszak, tehát folyamatosan ott a nyilvántartási igazolási és átigazolási bizottságban is lesznek dolgok, majd ha a nevezések lezárulnak, akkor a csoportbeosztások, hiszen tudjuk, hogy megye 2 és megye 3 osztályba területi elv alapján osztjuk be a csapatokat, illetve az utánpótlás bajnokságainkba is. Aztán a sorsolások elkészítése, egyeztetése, úgyhogy nem fogunk unatkozni, nyugodtan mondhatom ezt a nyár folyamán. Újoncként vágott meg a megyei első osztály elmúlt szezonjának a gyulaházi futballcsapat, ráadásul az utolsó pillanatokban derült, hogy indult ebben az osztályban. Ehhez képest is meglehetősen mozgalmas és izgalmas volt ez a szezon. Tényleg az utolsó pillanatban derült ki, hogy Nyírmada nem vállalja a megyei első osztályú szereplést, és minket, mint legjobb másodikat kértek fel ennek az űrnek a pótlására. Sajnos mi nem voltunk már akkor olyan állapotban, hogy alkalmasak legyünk igazából a megye első osztályra, ilyen gyors erősítéssel próbáltunk megfelelni a megye első osztály követelményeinek. Hát ez nem egészen sikerült úgy, ahogy gondoltuk. Különösen az ősz volt egy játékban egy sokkal gyengébb. Ekkor beleszaladtunk nagy pofonokba, amit egyszerűen szégyeltünk, elvisel, úgy olyan szintű volt a pofon. Tavasszal már sokkal, de sokkal jobban játszottunk, szinte minden csapattal pariba voltunk, bár ez az eredményeinken nem látszott. Tehát én bízom benne, hogy most, hogy megragadtunk az első osztályba, most már azok a labdák, amelyek a kapufáról kifele pattantak, most reméljük már befele fognak, és annyi rutint szereztünk ismételten az első osztály mezőnyébe, hogy előre fogunk tudni lépni. Mindig kérdés, hogy egy adott esztendőben javult a bajnokság színvonal az előzőhöz képest. Mi a tapasztalat? 2 évvel korábban szervezett ki bennünket az új versenykiírás tulajdonképpen, hiszen 10-ként estünk ki. Na de akkor lett óriási erős a megyes osztály mezőnye, hiszen a komplet NB3-a szabolcsi különítmény az ide került a megye első osztályba. Hát én úgy gondolom, egy nagyon nívós és nagyon erős bajnokság a megye első osztály. Sajnos volt benne egy-néhány csapat, mondom még egyszer, ősszel mi is ezek közé tartoztunk, akik nem nőttünk fel ehhez a nívóhoz, de tavasszal úgy gondolom, hogy az, aki nagyon kilógott a Tiszalökő, visszalépett. A többi csapat, akár még Kemecs és Édesorolandó, azért igyekezett fölvenni a megye első osztály ritmusát. Milyen a gyulaházi és a környékbeli településekről érkező játékosok aránya a csapatnál? Mi még azon kevesek közé tartozunk, ahol nem hiszem, hogy volt olyan meccs, ahol többségbe lettek volna az idegenek, tehát a nem gyulaházi
futballisták, mi még mindig döntően a helyi erőkre támaszkodunk. Sikerült beépítenünk az idén is két 18-19 éves futballistát, akik alapemberek, kiváltok már a csapatba, és én úgy gondolom, hogy továbbra is ez a trendi, tehát nem feltétlen akarunk mi világverő csapatot, nem tudom én honnan verbuvált játékosokkal csinálni, mi döntően a helyi alapokra fogunk, vagy helyi alapokat fogjuk ezután is erősíteni. Nem jutott a döntőben a Nyíregyháza Tigers, miután az elődöntőben idegenben 24-7-es vereséget szenvedett a Budapest Cowboys csapatától. Ez egy nagyon kiélezett bajnokság volt idén, alapszakaszban is és a rájátszásban is, és jobb napot fogtak ki egyszerűen ennyi. Azzal a céllal vágtatott neki ennek a szezonnak, hogy a minimális cél a döntőbe jutás, ennek tükrében csalódottak vagytok? A csapat azt gondolom nem, nagyon szépen helytáltak. Én a magam mércét nem ugrottam meg, úgyhogy én azt gondolom, hogy volt lehetőség ezt jobban csinálni, ebből le kell vonni a megfelelő következtetéseket, és meg kell tenni a megfelelő lépéseket, és én azt gondolom, hogy jövőre ugyanitt, ugyanekkor találkozunk, tehát legalább a rájátszás megint meg lesz a csapatnak. Négy amerikai játékos volt itt ebben a szezonban. Mennyit tudtak ők hozzátenni a Tigershez, és nem csak erre a szezonra gondolok? Én azt gondolom, hogy nagyon sokat tanultunk tőlük. Nagyon sok mindenben mutattak példát, főleg a junioroknak. Én személy szerint is tanultam emberségből és szakmaiságból egyaránt tőlük, úgyhogy egy nagyon pozitív élmény volt. Erősebb lett a hazai magyarországi futballbajnokság ebben az évben, mint az előzőekben volt, magyarul lehet tapasztalni a fejlődést? Egyértelműen lehet. Három évvel ezelőtt a Nyíregyháza Tigers kezdte el ezt a fajta projekt mentalitást a csapatépítés terén a Troy Rice érkezésével. Akkor ugye egyetlen egy amerikai játékos volt az is nálunk. Most eltelt három év, és most 15 amerikai játékos játszik ebben az osztályban, öt csapatnál. Tehát én azt gondolom, hogy a színvonal is emelkedik, de a játékos, importjátékos mennyiség is. Tehát egyfajta példamutatás volt a Tigers részéről, és fejlődik az amerikai futball Magyarországon töretlenül. Ez azt gondolom, hogy pozitívum. Azt mondtad az előbb, hogy jövőre ugyanitt találkozhatunk, de ha minden igaz, te egyelőre legalább befejezted a pályafutásodat, mind játékos, mind vezetői téren a Tigersnél. Ez igaz, a csapat ugyanitt, ugyanekkor szerintem. Tehát továbbra is azt gondolom, hogy a potenciál benne van ebben az együttesben. Ezt a teljesítményt meg tudják ismételni jövőre is. Azt is mondtam az imént, hogy le kell vonni a következtetéseket a nem megfelelő eredményből, úgyhogy ennek tudható be, hogy én átadom a helyemet egy nálam ennél alkalmasabb embernek. Nem fogok az amerikai futballban Magyarországon részt venni sem játékosként, sem edzőként. De természetesen sok sikert kívánok és szurkolok a Tigersnek. Hogyan értékeled azt az időszakot, amit a csapat élén töltöttél? Azt gondolom, hogy nagyon, nagyon sok mindent elértünk közösen. Én nagyon szépen köszönöm Bora Tamásnak és az egész csapatnak azt a fajta támogatást, amivel segítették a közös munkát, és az ő részüket beletették. Három év alatt három elődöntőt játszottunk, rendre ott voltunk a kiemelt ligában, egyedüli vidéki csapatként, mint esélyes. Én arra nagyon büszke vagyok, hogy a Tigers utat mutatott az amerikai légiósok beépítése és alkalmazása terén az egész országnak, és az biztos, hogy a csapat nélkül nem lehetett volna az én munkám sem ilyen sikeres, úgyhogy én a fiúknak nagyon-nagyon köszönöm. Nyíregyháza Tigers azzal a céllal vágott neki az idei szezonnak, hogy bekerüljön a döntőbe, ez végül nem sikerült. Te a pályán belül hogyan látod, hogyan élted meg ezt a szezont? Mindig az a cél, hogy a HFL-ben nyilván a döntőbe kerüljünk, az éven sajnos ez nem sikerült. Én azt gondolom, hogy mint játékosok teljesen oda tettük magunkat, viszont az edző hiánya ez nagyban befolyásolta a bajnokságunkat. Úgyhogy én igazából ezt az edzőre tudnám vezetni, hogy az edző hiánya miatt nem sikerült döntőbe kerülnünk. Az egyik jelölt vagy az évvédő játékos a posztra, három külföldi játékos társaságában, ez viszont azt jelenti, hogy neked minden bizonnyal jó szezonod volt. Így van. Hát én mindig nyilván maximumot próbálom nyújtani a pályán, aztán volt egy sérülésem, már az utóbbi két meccsben ez akadályozott, de hát hál' Istennek így is örülök, hogy az év jelöltje lettem.
Mi egy jó védőjátékos ismérve, miben kell a legjobbnak lenni? Én azt gondolom, hogy a játékolvasásában. Hogyha falposzton vagyunk, akkor én megpróbálok a támadó falon átkerülni, és onnantól kezdve az irányítót, illetve a futónak a játékát olvasni, hogy kinél van labda, futni fognak, vagy passzolni. Egyre magasabb a színvonal az amerikai futballbajnokságban Magyarországon, de azért a játékosok nagy része az öme amatőr. Mennyit tudtok készülni, és mennyire az ideális? Igazándiból heti 3-at kellene készülni. Mondjuk az éven nekünk ez nem sikerült, mert vannak ukrán csapattársaink is, aztán nekik munka, illetve család miatt csak hétvégeken tudtunk közösen edzeni, úgyhogy a hétvége edzés azok picit fokhíjasak voltak, vagy hiányosak voltunk. Aztán, de a többi csapatok azok általában 3-at edzenek hetente. Mit lehet tudni a jövőről, mik az elképzelések? Hasonló szinten szeretnénk futballozni, aztán majd most hétvégén lesz a döntő, és akkor utána lesz nálunk is bővebben, kik maradnak a csapatnál, kiket tudunk igazolni, úgyhogy ezt majd igazándiból még ez nincs letisztulva, hogy jövőben hogy leszünk, mit leszünk. Rendhagyó kézilabda gálát rendeztek a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc gimnáziumban. Hadobás István szervezésében az elmúlt 38 évben az iskola színeiben szereplő játékosok találkoztak egymással. Régen szerettem volna már a Kölcse és nagy kézilabda csapatot összehívni, megismertetni a jelenlegi játékosaimmal a legrégebbieket, és egyébként pedig bármelyik csapatommal, régi játékosommal, tanítványommal találkoztam, mindig az volt a vágyuk, hogy jöjjünk már össze. Olyan jó volt korábban, amikor szerveztem egy ilyen akciót, eseményt, úgyhogy mindenképpen szerettem volna egy ilyen emlékezetes napot, és nagy örömömre óriási fogadókészség mutatkozott, nagyon-nagyon sokan jeleztek rögtön vissza, és szép számmal el is jöttek. Mekkora időszakot ölel fel ez a találkozó? Említsük meg azért, hogy Zilahi Lászlóné kolléganőm előttem is csinálta a kézilabdát, és voltak szép eredmények. Én magam 1978-tól, múlt évezred második felének végétől vagyok, tehát a Kölcsey gimnáziumban, és a mai napig edzem a lányokat, szerettettem meg velük a kézilabdát, és nagy örömömre ez sikerült is, úgyhogy boldog vagyok, hogy a munkám egyben a hobbim is, nagyon-nagyon szeretem mai napig a kézilabdát, úgyhogy egy öröm ez a mai nap. Azt nem kérdezem, hogy ez alatt a majdnem 40 év alatt ki volt a kedvenc játékos, hiszen gondolom mindenki. Az volt viszont, azt megkérdezem, hogy kire vagy a legbüszkébb? Azt hiszem, hogy én arra vagyok a legbüszkébb, hogy sikerült megszeretetni a kézilabdát és a sportot, és a környékbeli csapatokban, NB1, NB2, NB1B, megyei csapatokban számtalan volt Kölcse is játékos játszik, és hát vannak nagy neveink, akikre büszkék kell, hogy legyünk én is, mint nevelőedző, illetve az egész Kölcse is kézilabdás társadalom. Elsősorban Kulcsár Anita, ugye, akit a világ legjobbjának választottak, és ő a Kölcseiben indította a pályafutását. De vannak itt nagyon komoly nagy nevek, akik NB1-be jutottak. Ha csak Kocsik Vikit említem, Nádasi Mariant említem, Tóth Katit említem, és a maiak közül a legutolsó eresztésből is, Vajda Luca például Érden játszik most NB1-ben, Schmid Eszter a kisvárdai NB1-es csapathoz igazol, és hát rajtuk kívül nagyon-nagyon sok ember tudnék még megemlíteni, és a maiakat is, mert szenzációs csapatom van. Nálunk mindig a csapat az csupa nagybetűs volt, úgyhogy öröm egy ilyen csapatvezetőjének lenni. Ez a találkozó nem lezárása valaminek, úgyhogy mit tervezel a jövőre nézve? Természetesen ez egy szép állomás, jövőre ugyanott folytatjuk, ahol tavaly abba hagytuk, tehát folytatjuk az NB2-t. Lesznek nehézségei, most éppen kapus problémával kell majd küzdenünk, mindkét felnőtt kapusunk abba kell, hogy hagyja, távoznia kell a csapatunktól, de hát megszoktam a eltelt közel 4 évtized alatt, hogy minden évben új csapatot kell építenem, úgyhogy ahogy eddig megoldottuk, most is megoldjuk majd. Morálisan nagyon erős a csapat, számomra mindig az volt a legfontosabb, hogy a lányok fogadják el egymást, fogadják el az edzőjüket, és nagyon-nagyon szeressenek edzeni, játszani. Ez sikerült elérni, úgyhogy bizakodva várom a jövő bajnoki évet is. Te egyike vagy azoknak a kölcsés kézilabdázóknak, akik innen eljutottak a válogatottságig, hogyan emlékszel vissza azokra az évekre, hiszen egy olyan csapatban játszott, egy olyan intézményben, amelynek korábban nem voltak komoly tradíciói a sportákban. Mindenképp nagy örömmel emlékszem vissza ezekre az időkre. Természetesen ezek még diák évek voltak, úgyhogy ilyen szempontból is nagyon jó volt, és nagyon jó emlékeink vannak. Nagyon jó találkozni a lányokkal is, hiszen tulajdonképpen néhányukat kivéve egyáltalán nem találkoztunk azóta, úgyhogy nagyon örülünk egymásnak. Az a csapat nagyon jól szerepelt, amelyikben játszották, kis hiány volt, hogy fel nem jutott az NB1-be. Mi volt ennek a csapatnak az erőssége?
Az erősség az összetartásunk. Nagyon-nagyon szerettük egymást emberként is. Nagyon sokat voltunk együtt ugye az iskolában is, úgyhogy én azt gondolom, hogy Hadobás tanár úr közreműködésével ez így tudott működni. Milyen kapcsolatod van jelenleg a kézilabdával? Edzősködtem a sportcentrumnál 5 éven keresztül, de igazából már nem, tehát nem edzem, már nem is játszom, de ennyi. Azért a sportág történését gondolom figyelemmel kíséred. Igen, nagyjából tévéből, de már így különösebben nem foglalkozom. Válogatott, BL meccsek, olykor egy-egy bajnoki meccset megnézek, volt csapattársaimat, bár már egyre kevesebben játszanak, ugye, de ezeket szívesen megnézem. Jelentős a játékos mozgás a holt szezonban a kisvárdai futballcsapatnál. Az NB2 negyedik helyén végző együttestől eddig 8 futballista távozott, pótlásukra 5-en érkeztek. Mind szakmailag, mind pedig gazdaságilag mondhatom, hogy nagyon elégedettek vagyunk. Ez egy olyan szezon volt, amely az eredeti elképzeléseinket túlszárnyalta. A nyár folyamán a 7.-11. hely közé szerettünk volna odaérni majd a téli NB2-es csoportnak a megismerése után, illetve az erősítések történése után azt a célt fogalmaztuk meg, hogy mindenképpen előrébb kell végeznünk. Még akkor is, hogyha tudtuk, hogy tavasszal nagyon nehéz nyerni mérkőzéseket. Ráadásul ugye 10 mérkőzést idegenben kellett megvívnunk, ami különösen nehéznek ígérkezett. Mégis az erősítések, illetve a felkészülés után azt a célt fogalmaztuk meg, hogy próbáljuk meg a dobogós helyezések valamelyikét megszerezni, és hát ugye meg is volt rá a reális esélyünk, menet közben még a második helyre is odaértünk, hát egy picit zavart keltett a fejekbe, a környezetben, nagyon sokan már akkor esélyesként foglalkoztak velünk, és bizony ezért mi nem voltunk fölkészülve, azt követő mérkőzéseken ennek az eredménye hatása látszott is, és bizony hiába játszottunk jobban Balmazújvárosban és Zalaegerszegen, az a koncentráció, ami szükséges ahhoz, hogy ne kapjunk gólt, illetve hogy megnyerjük a mérkőzést, akkor nem volt meg a csapatban. Egy picit a motivációvesztésnek az eredménye az a két vereségünk, és azt gondolom, hogy az akkori visszacsúszásunk az 5. helyre teljes mértékben normálisnak és igazságosnak mondható, majd a hátralévő 2 fordulóban pedig már egy megkönnyebbült, egy felszabarultabb, örömfocit bemutató csapat futott ki a pályára, és Sopronban is, és hazai pályán a Szolnok ellen is ugye 2 győzelemmel visszakerültünk a 4. helyre, ami összességében teljes mértékben pozitív és igazságos, mert mind a Mezőköves, mind pedig az Alegerszeg komolyabb célokért küzdött, és hát ugye 1 pontra voltunk lemaradva tőlük, tulajdonképpen nagyon nagy bravúrnak mondható, és a 4. helyen nagyon elégedettek vagyunk. Ilyenkor a holt szezonban az érdekli a játékosokat, hogy kik távoznak, kik érkeznek, mi az, ami elbiztos egyik, illetve másik téren? Több játékos kölcsönben volt, és a kezdőből bizony távozik a Csillus Tomi, ugye a tavaszi szezonban ő volt az egyik kötelezőn bevetendő fiatal, a másik pedig a Costa Márk, akik úgy jöttek ide, hogy elején azért elmondhatjuk őszintén, egy picit esetlenebbek voltak, nem voltak még fölkészülve erre az osztályra, mondom ezt akkor is, hogyha a Csillus Tomi korábban a Pápán élvonalban is játszott, másfajta elvárást kértünk, illetve foganasítottuk meg feléjük. A Costa Márk pedig az NB3-ban sem játszott folyamatosan, és menet közben a sok bizonyítási lehetőség után úgy megerősödtek, hogy a végén már alanyi jogon tudta futballozni. Tehát őket mindenképpen sajnáljuk, úgyis, hogy a Costa Márkot azért szóban 1-2 évre hoztuk el, de menet közben kinőtte magát, és az ismert fiatal szabály miatt, ami az élvonalban is azonos, mégpedig, hogy 96-os utáni született játékosnak kell játszani, a Honvéd visszarendelte. A hátvéd csorból még távozik az időközben kevesebb lehetőséghez jutó Rivánszky Laci. Őt már fokozatosan cseréltük le az Iváncsics Alexre. Tudtuk, hogy ebben a szezonban neki nagyobb szerepet kell adnunk, és meg is állt egyébként az utolsó mérkőzéseken a helyét. Illetve a Grasül Karcsi, akinek felemásra sikeredett a szezonja, hol játszott, hol kevésbé nyújtott jó teljesítményt. És középpályán még van egy nagy hiányzónk, aki menet közben érkezett a kölcsönből a Békés Csabára, őt a Békés Csaba visszarendelte, ugye kiestek a második vonalba, ott rá van nagyobb szükség. Tehát ezeket a játékosokat mindenképpen pótolnunk kell. Előről pedig azért távozott a kevesebb lehetőséghez jutó Kulcsár, aki egy nagy tehetség, de az Erős Gabi mellett kevesebb lehetőséghez jutott, és az Eszlágyi Pisti,
aki ezt a stílust, amit mi képviselünk, nem tudta magáévá tenni, és azt gondoltuk, ugyan volt még szerződése, hogy talán máshol kiteljesedhet, és nem gördítettünk akadályt a támadás elé. Biztos vagyok benne egyébként, hogy még fogunk majd róla hallani. Úgyhogy ez összesen 8 játékos, és ebből több meghatározó volt. Ennek a néhány játékosnak a pótlása nem lesz könnyű, főleg úgy, hogy azért tudjuk, hogy a fiatalokat újra be kell építeni a csapatba, és most már nem lesz kísérletezési lehetőség, hanem kötelező jelleggel az első mérkőzésen végig a pályán kell 2 fiatalnak lenni. Ezeknek a játékosoknak a pótlására már egyébként szezon közben gondoltunk, és hasonló van a tavalyi nyári szezonhoz, most is én már menet közben több mérkőzésre utaztam, amikor a szabály lehetővé tette, akkor megkezdtük a tárgyalásokat velük, a lejáró szerződésűekkel, mert csak olyan játékosokkal próbálkoztunk, és mondhatom, hogy ugyan nem a feljutó és a dobogós csapatokból, hanem elsősorban NB3-ból, illetve a kieső csapatokból szedtünk játékosokat, vagy kerestünk meg játékosokat, mégis úgy gondolom, hogy fogják tudni pótolni a hiányzókat, és itt említettem talán legelőször a kis fiatal Karacsot, hogy tavaly nálunk már felkészülés során ott volt egy bő 2 hetet, majd most az NB3-as felső tárkányban próbálkozott, és onnan hoztuk vissza, hogy meg fogjuk próbálni több poszton majd. Jó alkatú gyerek, szeretne futballozni, és fölépítjük ugyanúgy, mint ahogy tettük a Kosztával. Biztos vagyok benne, hogy hosszabb távon segítségünkre van, egyébként egy 3 éves szerződést kötöttünk vele. A távozók helyére, középpályára 2 játékost is igazoltunk. A legelső volt a lengyel Béla, őt már akkor megkerestük és megállapodtunk vele, mielőtt időt van az utolsó meccsen szólnak, tehát ott láthattuk azért, hogy egy jó képességű játékos. Mellé hoztunk még egy másabb típusú játékost, aki a védekezést tudja elsősorban a csapatban képviselni, az Olá Gergőt, akit legutóbb Almazújvárosban láthattak, illetve korábban Debrecenben, most pedig legutóbb a Szeged csapatát erősítette. Tehát tipikusan olyan játékosokat kerestünk, akik a stílusából, illetve tudásukba adódóan illenek a mi együttesünkbe. És a hátvéd sorra, ugye ott kieszett a Grassziukarcs, mindenképpen kezdenünk kellett valamit, mert kell egy olyan játékos, aki labdabiztosabb, jobban ki tudja hozni a labdát, ugyanis az utóbbi időben olyan respektje lett a csapatnak, hogy az ellenfelek sokkal mélyebben, főleg hazai pályán, átselépve a félpályát játszanak ellenünk, és bizony azokat a mélységi passzokkal, indításokkal, egyéni betörésekkel kell vagy lehet föltörni, és ide a Vermes Krisztiánt hoztuk el. Én úgy gondolom, hogy az utóbbi időben ő is mutatta, hogy azért nem felejtette futballozni, ugyan az Újpestből eltávozott, mégis most én úgy érzem, hogy nekünk egy olyan lendületet fog tudni, amelyik a gyengébb csapatok ellen vagy a beállt más taktikát választó csapatok ellen sikeresek tudunk majd vele lenni. Nem utolsó sorban pedig a Papucsek meg az Izig mellé kell egy olyan játékos, aki olyan versenyhelyzetet teremt, hogy ők is tudnak javulni a teljesítményükkel. Ez 5 meghatározó játékos. Hozzáteszem még, hogy van kinézve rengeteg játékos, de csak azokat jelentjük egyenlőre nyilván be, akikkel már megállapodtunk. Azt meg tudom, vagy hozzá tudom még tenni, hogy van még az MTK-nál 3 játékos, akikkel már megállapodtunk, legalábbis a klub, a 2 klub megállapodott. Engedélyt kértek most, hogy az Európa Liga, amíg zajlik, addig ott lehessenek, és mivel nevező vannak, addig ott is részt vehetnek a sorozatban. Az egyik a fiatal Talabér Attila, aki már a mi játékosunk, illetve van még ott a Soroksáron volt legutóbb kölcsönadva a Korozmán Kevin, aki a teljesítményétől függően szintén vagy marad, vagy hozzánk jön, és van még egy fiatal kapus, aki legutóbb Kazinc Barcikán védett. Azt gondolom, hogy a fiatalok terén léptünk előre, és természetesen van több olyan fiatal, akik 22-én csatlakoznak a keretünkhez, és kiválasztjuk közülük azokat a játékosokat, akikkel nekifutunk majd a következő nagyon hosszú szezonnak. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.